Hogy a Hamvas Béla viszont kitűnő író, egyébként nagyszerű író, a mai napig azt kell, hogy mondja, az egy másik kérdés, meg hát a filozófiában is nagyszerű, különösen a keleti filozófiában, de ő nem, valami oknál fogva, ezt nem tudom miért, és nem is akar ezzel az ember ítélkezni, de nem jutott el a saját hagyomány világunkhoz. Egyébként pedig el kell, hogy mondjam, hogy ő emberileg jóval több volt, mint azok, akik a magyar kultúráról beszélnek, vagy szerves kultúráról beszélnek. Azért Hamvasról érdemes megjegyezni, hogy ő egyrészt újraírta az egész életművét, vagy nagy részét, mert ugye a II. Világháborúban elpusztult eléget. A másik oldalról pedig ugye a Lukácsik, a kommunista világ megkereste őt, tehát ő megtehette volna, hogy megjelenik, és neves ember lesz ebben a kommunista időszakban, és ő azt mondta, hogy nem, és úgy élt el az életét, 1968-ban hal meg, hogyha jól emlékszem. Raktárba dolgozott, csavarok és szökek között. Igen, Tiszapalkonyán és Szentendrén, tehát hogyha, mert ugye mégiscsak nem a tanítás minősíti az embert, hanem az élete, a cselekedete, és ő ebben nagyszerű. Hamvas Béla, azt hiszem, mindenki életébe kihagyhatatlan egy olyan stáció, amin mindenkinek végig kell, túl kell jutni, gondolatokat ébreszt mindenképpen. Még mindig arra lennék kíváncsi, hogy kifejezetten mindig a magyar történelem kérdéseivel foglalkoztál, vagy próbáltál más irányba is elmenni, nem, a tanulmányait során, vagy a tanulmányait befejeztével? Nem, ez úgy volt, hogy mondom, hogy először a filozófia került be a látáskörömbe. Ez fiatal egyetemistaként még akkor meg akartam váltani a világot. Én foglalkoztam nagyon sok mindennel, színháztól kezdve, tehát én rendeztem darabokat, meg egyetemi színpadot vezettem, és akkor különböző ilyen egzisztencialista filozófiai darabokat, mint a Kaminek a Kaligulája, rendeztem meg, még el is játszottam a főszerepét, a rendőrség ki is vonul. Őszintén megmondom, hogy nem szerettem azt a rendszert, de nem volt egy ilyen szándék benne. Csak úgy látszik, hogy egy egyetemi színpadon sallóval a kezében az ember rohangál, abban az időszakban mindenféleképpen ez egy botrány volt. Először is tudtam, hogy a szocializmussal szemben, ami igazságtalan, de ez rossz szó most, mert el kell mondani, hogy ugyanazok vannak a nyakunkon. Tehát semmi különbség nincsen. Tehát ez egy módszer volt, amit úgy hívtak, hogy szocializmus. És azt éreztem, hogy azzal szemben vannak különböző szellemi irányok, ilyen volt az avantgárdizmus. Ugye a szociál... Na, jó, de az avantgárd élén azt később tudtam, tehát én volt ugye 83-84-es időszak közül, eljártunk Bercsényivel, az a Műszaki Egyetem kollégium. Most nagyon érdekes volt, hogy ezt utólag rakja össze az ember, hogy ugye a rendszer elleni ilyen eszmei irányzatok, azok mind ott jelentek meg. Hát még elszórva néhány helyen, de ott koncentrálva. És ugye ott volt az avantgárd, aminek az élén volt egy Erdély Miklós nevű ember, aki építész volt egyébként, az avantgárd az úgy tűnt, hogy robbantja az egész. És akkor ott volt, most látja utólag az ember, hogy ott állított ki a Kisrajk, ott állított ki ugye a Bachmann, Ajos Tibor robbantgatta magába a performance címén a magnéziumot, és hát ugye ez tulajdonképpen a későbbi SZDSZ-nek a kulturális vonalát jelentette. Ugye, de ez állítólag szembe ment a szoc reál és a szocializmusnak a gondolati rendszerében. A második volt ott az alternatív rockzene, ahol szintén ilyenek álltak a Európa Kiadó, URH kontrollcsoport, és ez mind a kettő egyébként érdekes módon központilag volt irányítva, mert ugye ez azt jelenti, hogy nekik lehetett, nekem nem lehetett. Az kétségtelen, hogy 56-ban a építészek óriási szerepet játszottak, tehát hogyha valahova lehetett volna telepíteni azt, ami a rendszerrel szembeni gondolkodási módot jelenti, akkor ide nem lehetett volna, és mégis ide volt telepítve. Tehát én eljártam, engem följegyeztek, őnekik lehetett, nekem nem lehetett. És a harmadik tétel volt a úgynevezett szerves kultúra. Ez a Papp Gábor és a Molnár Jóska tartott itt előadásokat. És ezen kívül még volt egy keleti vonal, az pedig a László András, aki egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy nagyszerű, tehát abban a gondolati rendszerben a metafizikai tradíciónak az átadásában, ő nagyon jó. Az más kérdés, hogy nem ez a mi világunk, tehát én nem bíztatnék senkit se, hogy keletre induljon el, mint hogy nekem is meg kellett járni a keleti utat, mert ugye azt mondták, hogy sem nemzet, sem vallás, és ugye amikor ahogyan szépen lassan telt az embernek az életideje, akkor
egyre inkább a nemzet és egyre inkább a vallás irányába terelődött az a élet, vagy életút, amit szerintem mindannyian megjártunk, mert legalábbis akik a 50-es évek végén vagy a 60-as évek elején születtek. Milyen utat képzeltél magadnak, amikor befejezted egyetemi tanulmányodat? Ó, hát ez érdekes volt, mert én a következő, hogy ezt nem tudom, hát nem értek a fiatal nézők abban az időszakban, akkor, amikor én fiatal voltam, 18 éves, az egyértelmű volt, hogy én férfiként humán érdeklődésű vagyok. Tehát ez általában ez ritkább dolog, de az is kétségtelen tény volt, hogy a művészeti pályák, azok, ami és milyen furcsa, hogy nem engedték meg, hogy művész legyek, és még rosszabb lettem a számukra. Tehát az le volt zárva, a születésre ment. Tehát tényleg úgy volt, hogy mit tudom, hát ez egy nonsense dolog, hogy nem tudom, ilyen rendezői szakra, színház rendezői szakra 4 évente indítottak egyet, és akkor fölvettek 8 embert, és erre jelentkezett 400 ember, és ebből ezt 3 szűrőből megpróbáltak kiszűrni, ami egy teljesen lehetetlen állapot. Tényleg így volt. És tehát minden, aki humán érdeklődésű volt, azelőtt le volt zárva a művészeti pálya, tehát ilyen nem volt. De még az ilyen is, meg kell, hogy mondjam, mint a csillagász, vagy ami már nem is humán érdeklődés, mert ott is egy szűrőrendszer volt benne, vagy a művészettörténet szakra, mert én akartam járni egyébként. Az volt egy ilyen alapszabály, hogy aki csak az mehet, aki nappali tagozaton elvégzett ugye egy egyetemet, viszont csak az jelentkezhet művészettörténet szakra, miután volt egy olyan szabály, hogy csak nappali szakra, csak egyszer lehet járni, de művészettörténet szak az nappali szakon, ha a minisztérium engedélyt adott. Tehát egy eleve dupla szűrő volt benne, és akkor nekem maradt egy lehetőség, hogy vagy bölcsész leszek, tehát hogyha megtanulja az ember, mert akkor még voltak szűrők, nem úgy, mint most, hogy lezülesztették az egyetemi rendszer teljes mértékig. Tehát hogyha megtanulom, akkor van esélyem, hogy bölcsészkarra vagy jogikarra bekerüljek. És akkor a mamám azt mondta, miután apám is jogász volt, hogy akkor inkább legyél doktor, mert a jogásznak több lehetősége van. És én elmentem jogásznak, ha már mondta a tanárnőm, hogy nekem a bölcsészet lenne, és egyébként igaza is volt ilyen szempontból. És sosem értettem, hogy most akkor minek csinálom végig ezt az egész jogot, meg úgy. Viszont hiúnak hiú voltam, tehát megtanultam. Tehát azt úgy az nagy felhajtó erve egyébként, és előtte viszi a dolgokat. Igen, igen. Tehát azt rüheltem volna, hogy én hülye vagyok. Tehát ezért ugye meg is csináltam dicsérettel, cum laude-val. De nem tudtam, hogy miért kell ezt nekem végigcsinálni. És tényleg azt kell mondanom, hogy az Isten az mindig tudja, hogy mit akar az emberrel. Később ez nekem, amikor eljutottam a magyar hagyomány meg jogrendszer ismeretéhez, akkor rájöttem, hogy ez nagyon jó. Hiszen ugye a Szent Korona tan, az jogi tan, és nem lehet azt mondani nekem, hogy nincsen papírom róla, mert ugye ezt nagyon sok esetben ellek. És lám ott volt, hogy miért kellett megcsinálnom ezt az egészet. Hogy alakult ez, hogy még mind a mai napig járunk az országot népszerűsítve, magyarázva, tanítva a történelmünket? Hogyan alakult ez ki? Nem tudom, ez... Szóval ez nagyon érdekelt engem. Tehát ugye a 30-as évek, amikor én 30-as éveimben voltam, akkor már láttam, hogy egyrészt nagyon, hogy a keleti hagyományhoz képest a mi hagyományunk az sokkal szebb. Tehát ez számomra érthető volt, és mindent valahogy áthallottam, tehát hogy úgy megéreztem dolgokat, és tényleg nagyon érdekel, és ugyanígy a történelmi rész, hát ez meg régen megvolt, mert ez tényleg a mami elültette bennem, tehát tényleg mit tudom, 10-12 évesen évszámokat azon nevettek a bátyám korosztályon, hogy bármit kérdeztek, meg tudtam mondani. Tehát ez a évszámban, tehát az valahogy nem tudom mitől az ragadt. És ez a kettő össze találkozott ebben az időszakban, és hát nem is tudom, hogy volt. Az alapítványt mikor? Az később volt. Az úgy volt, hogy amikor úgy már egészen sok, hogy úgy mondjam, tudásom volt, úgy gondolom, az mindig bennem volt, hogy kifejezni magamat. Ezt nem tudom mitől, de ez mindig úgy volt. És majd, például mostanában betege vagyok annak, hogy jön be nagyon sok információ, tehát én elég sokat olvasok, de nincs időm kifelé átadni. És nagyon érdekes dolog, hogy az, hogyha csak bejön, az annak semmi értelme nincsen. Tehát az valahogy annak vissza kell
tevődni a külső világba, és hogyha ez nincs meg, én ettől rosszul vagyok. És most körülbelül mondjuk egy másfél éve ettől rosszul vagyok. Tehát az, hogy elmegy az ember is elmond dolgokat, az nem elég, az valahogyan azt úgy hát rendszerbe kellene szedni, és hát a, nem is, hogy a hogy későbben is megismerhető legyen. Mit jelent számodra a tanítás? Most már jó ideje csinálod. Ez egy közléskényszer, a tudás átadása, vagy belső lényedből fakadóan olyan törekvés, hogy minél többen tudják, minél többen halljanak az igaz történelemről, megtanítod őket talán gondolkodni. Mi az, ami itt a legjobban motivál téged? Hát mind a két dolog, amit mondtál, de mondom, hogy végül is ez, amikor már felgyűlöm lett bennem a kezdetén, akkor ez az egész tudás, meg hogy valahogy el kell mondani másoknak is, akkor meg nem is, meg az is érdekes, hogy az is világossá vált számomra, hogy ez nem általam van. Tehát, hogy valami külső, nem tudom megfogalmazni ezt, ez nem olyan dolog, mint amit néha előadás után szoktak mondani, és akkor oda jönnek és azt mondják, hogy a aurám aranyba játszott az előadás, tehát ilyen nincsen, de valami van, ami nem én vagyok. Ezt most komolyan mondom. Vagy mármint az énnél valamivel több. És az egy kegyelmi dolog, hogy az emberen keresztül ez át jön, mert én azt gondolom, hogy ez így indult el. Tehát megvolt a tudásom, megírtam egy könyvet, ugye a Boldogasszony kerendjé, ami a Nagy Boldogasszony hagyománya és a kerendjés ládával foglalkozott, és utána elkezdtem előadásokat tartani, és egyre több helyre hívtak. És nem azért hívtak több helyre, mert én nagyszerű vagyok, hanem mondom, hogy van valami olyan, és az, tulajdonképpen azt készített, és akkor szokott jó lenni egy átadás, vagy egy előadás is, amikor és ez általában meg szokott történni, amikor tehát elengedi az ember mindent, az, hogy tetszik-e, meg hogy meghallja-e az, akinek szólok, hanem hát valami úgy átfolyik az emberen. Én ezt nem tudom megfogalmazni, de ez így van, és ettől van az egész. Vagy fogalmazhatnék úgy, hogy van ugye a Szent Koronának egy olyan ereje, amiről nem is tudunk, hogy van. Tehát hogyha csak egy fél lépést tesz az ember a irányába, de ezt ugye maga a Jóisten, akkor ő önmaga tesz dolgokat, ami nem az emberen múlik már. Lehetetlen nem észrevenni, hogy az utóbbi időben mennyiféle szellemi kaput nyitottál az érdeklődők számára. Én talán említettem neked, hogy 2004 táján találkoztam veled először, egészen véletlen dolog volt, mert a budai katolikus gimnáziumban mentem föl, a László Gyula Egyesületnek egy programját néztem ki, már nem emlékszem, hogy mit is akartam meghallgatni, és egyszer csak ugye ott derült ki, hogy elnéztem a dátumot, te már álltál a színpadon, bemutattak, és elkezdted az előadást, már késő volt fölállnom, és így végig hallgattalak. Köszi! Érdekfeszítő előadást tartottál. Én úgy emlékszem, hogy akkor egy kicsit gyorsan beszéltél, úgyhogy egy idő után próbáltam követni a gondolatmenetedet, aztán úgy elveszítettelek, vagyis a mondani valótnak a fonalát, és akkor határoztam el, hogy máskor is, ha tehetem, akkor meghallgatlak. Tehát ott tartottunk, hogy mennyiféle szellemi kaput nyitottál ki azóta az érdeklődők számára. Beszéljünk egy kicsit ezekről. Az előadásokon kívül ugye megalapítottad és létrehoztad a Szent Korona Szabad Egyetemet. 2008-ban volt, ugye? Igen. Na, szóval visszatérve még azt, amit mondtál a gyors beszédre, azt azért el kell mondjam, hogy ez úgy, és én ebbe is mondom valamilyen fajta ilyen léten túli erőt látok, mint ahogy abban is, hogy szellemi kapok, mert nem én nyitom, hanem egyes ember, tehát én nem tudnám nyitni. Valahogy valamilyen erő összeadódik, tehát sok segítő társ, tehát nem én csinálom ezt, mint ahogy
maximum annyi van, hogy van valami egy ilyen pici szikra, ami tőlem elindul, de nem én vagyok már. Tehát a honlap,